egyik munkának a fontosságáról is, illetve majd mindenre kommentre fogok majd itt szépen sorba válaszolgatni. Csak egyszerűen nem akarok túl sok videót kirakni, mert akkor nem fogja nektek ugye a forró megmutatni. Viszont ha a munkámat meg tudjátok könnyíteni egy kommenttel, szívvel, továbbosztással, akkor nagyon szépen megköszönöm. Illetve a munkánkat, mert lehet, hogy anyukám is beletenne majd pár gondolatot. Lényeg annyi az árnyék munkának, hogy sokan ezt a kifejezést keverik, vagy nem tudják, hogy pontosan mit is jelent. Itt ennek a pontos lefordítását nem akarom így mondani, saját szavaimmal elmondom. A lényeg az, hogy amikor elkezdünk bármit is vonzani, manifestálni, önmagunkat rendbe rakni, akkor mindig vannak tehát negatív részeink, árnyék részeink, amikor tényleg így szétesünk egy picit, jól esik megint egy üveg bort, vagy rendbe tennék is lelkünket, tehát amikor tényleg rendbe akarjuk magunkat úgymond rakni, de akkor nyilván kell az, hogy minél szét legyünk esve, igen. Tehát amikor szét vagy esve, újra össze tudod magad rakni, ez egy nagyon jó. Viszont amikor valaki folyamatosan szétesik, az már nem. Egyszer-egyszer belefér, az még úgymond normális. Meg kellő, talán szükséges is. Viszont amikor már egy meccs fel lesz belőle, hogy oppá, elkezdtem egy manifestációs útot, elkezdtem egy utat, és akkor jaj, szét vagyok esve. Tehát megint? Mögé bújok, hogy nem, az már úgy nem. Tehát ott tedd fel magadnak a kérdést, hogy mennyi akaraterő van benned, van-e motivációd, mert nagyon fontos a motiváció, illetve, hogy az életenergiád mennyire van rendben. Mert ha az életenergiád le van csökkenve, akkor nem fognak úgy működni a dolgok. Akkor ilyen lagymataggá válsz, és köszönöm szépen, én azt hiszed, hogy jól érzed magad abban a közegben, ahova te visszavonultál. De ez egy illúzió. Ez egy olyan illúzió. Ön az orvos döntés, az önbecsülés, önszeretet, tehát igen. Ilyenkor szükséges az, már akkor szükséges, hogyha te ebből ki akarsz lépni, ha nem, akkor maradj benne, ragadj bele a macsaradba, az is a te dolgod, valaki ogrét játszik egész életébe, és mocsárlakó lesz. De ha te úgy érzed, hogy ki akarsz jönni a fényre, és ott is akarsz maradni, akkor keress egy olyan fénymestert, akinek a segítségével ezt meg tudod lépni. Tehát lényegében, hogy a Wikipedia mentális egészségben milyen dolgok szerint, ugye a belső én feltárása, az árnyékos aspektusainkkal, meg értése, erőteljes gyakorlatok, meg személyes fejlődéshez vezethet. Tehát én még ezt soha nem olvastam, hogy a neten, tehát amit így én megéltem, én az alapján mondom. Uh-huh. És ez a legtöbb dolognál így van, tehát jó, ez elején leszök, ez olyan nem nektek nem a száraz tananyagot fogom mondani, hanem azt, amit én átéltem. Nyilván, hogyha egy-egy dolgot kifejezés nem tudok ránézek, és akkor úgy rakom lesz, hogy eddig is ezt mondhatok, nem ezzel a szakszóval. Tehát sok nem azon fog múlni. Persze. Most én leírom azt, hogy miből készül a fagyi, meg adok egy fagyit a kezedbe, és akkor megtapasztalod. Szerintem az élmény az nagyobb lesz, mint amikor körbeírtam, igen, hogy miről van szó. Szóval lényeg visszatérve arra, hogy amikor te ott vagy az árnyékban, és végzed azokat a dolgokat, amik akkor éppen neked a legaktuálisabbak, gyere ki a fényre, tényleg keresd meg egy fénymunkást, és a reiki által, a rúnák által, illetve nagyon sok olyan dolog van, ami segít, egy meditáció, egy beszélgetés, egy séta, mindenkinél más lehet az aktiváló kulcs, ami kimozdítja. Igen, a komfortból. Tehát sokan elkezdenek spirituálisan ébredni, és akkor leragadnak ott, hogy oké, mit tudom én, néha lehet meditálok, de bőröm csinálok rendszert, vagy bármi. Persze nem baj ez, hogy néha ebben megpihensz. Nem szabad megpihenni. Tehát én most ellenmondok neked, mert amikor az agy elkezdi azt mondani, hogy pihenj meg, akkor kell a legtöbbet beletenni. Akkor kell az, hogy igenis, hogy átlendülök ezen, igenis, hogy nem hagyom magam, ilyenkor kell az a kéz, ami áthúz rajta. Igen. Igen, tehát ez tényleg erről szól, mert amikor mindig megpihenek a cél előtt... Én nem azt mondtam, hogy mindig meg kell pihenni. Tudom, hogy értettem, hogy mit mondtál, de ha megpihenek a cél előtt is, mielőtt beértem volna, akkor mindig olyan, mint amikor a szamarok elé kötik a répát, és soha nem éri el. Értitek? De viszont ha azt mondod, figyelj ide, most én vagyok a kötél, én vagyok a szamár, én vagyok a létra, répa, de létre ennek is jó, hogy emelkedjünk, akkor lesz meg az a bizonyos áttörés, akkor lesz meg az a bizonyos wow élmény, hogy na hoppá, igen, ez az. Akkor olyan igen, dolgok jönnek le. Igen, most picit az illetőnek is, hogy tudjunk válaszolni, ezt majd még ezt élőadást majd kifejtjük, hogy neki a családja miatt nehéz. Tehát próbáld meg azt, hogy picit így kizárod őket. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a kapcsolatot megszakítod velük meg hasonló,
mert az se jó megoldás, bár egyedi esetekben nyilván az a legjobb megoldás. Itt a lényeg az, hogy éld meg magadat, de tényleg próbáld megszeretni az árnyék részeidet is, ezt az aspektusaidat is. Mert amikor kibírod mondani, hogy én így szeretem magamat, de ezen meg csiszolnék, változtatnék, akkor beszélhetünk egy ilyen magasabb szinten elfogadásról. És amikor megszerettük az árnyékainkat, tényleg ezeket a negatív részeinket, és azt mondom, oké, én mondjuk szeretem magamat, amikor megiszom egy pohár bort, és jól esik ez az állapot, ez a mámoros állapot, és én ha ezt kimondom és elfogadtam magamba, akkor nyilván akkor megtanulom valamilyen szinten ezt uralni, irányítani. Igen. Tehát ez is a részed lesz, hogy igen, tehát mert kell, tehát még dr. Papp Lajos is azt mondja, hogy én meg azt a pohár bort, meg ezt a pálinkát, mert ami nem pontolt, hanem tisztán készül, az gyógyszer. Ez rendben is van, de ne menjünk át a ló túloldalára, mindenki tudja, a magyar nyelv nagyon szépen kifejezi, hogy mértékkel. Mértékkel. Ez a lényeg, a másik, ki az a mérték? Amit még hozzátennék, hogy nem feltétlen egyből ki kell lépni a komfortzónából, mert sokakat bezuhannak és visszalépnek, hanem csak szélesítsd ki. Szélesítsd ki azt a területet, legyen egy olyan képet magadról, ahogy te élni tudsz. És ha ez megegyezik azzal, amiben most vagy abban az állapotban, akkor nincs dolgod. De ha nem egyezik meg vele, ha teljesen más életet tudsz elképzelni magadnak, akkor lépd meg. Még egy gondolat, hogy nem tudom, hogy kinek válaszolunk, ebből szempontból most nekem teljesen mindegy, hogy visszatartó energiák vannak neki, hogy mindig valami visszahozza őt, és nem tud kilépni. Na most ez egy próbatétel, ez egy nagyon komoly próbatétel. És itt kell, nem kell, csak lehetőséged van azt meglépni, hogy te döntesz. Hogy ezt most úgy dolgozott fel magadban, mint egy visszatartó energiát, vagy pedig úgy, hogy teljesen más nézőpontból nézel a helyzetedre, és a nehézséget lehetőséggé alakítod át. Na majd még erről fogunk beszélni, mert letelik itt az időnk. A lényeg annyi, hogy tényleg igyekszek az összes ilyen manifestációs kérdésre válaszolni, amit el is minden manifestációs lejátszási listában lesz, tehát minden ilyen erre válaszolt kérdés. Igen, igen. Még ha nem is illik bele annyira abba a sémába egy elsőre, de legyen egy helyen, hogy ne kelljen annyit keresgélni. Oké? Okay? Igyekszek majd még a többiek kére is válaszolni, válaszolunk. Lehet, tényleg ki fogom írni majd egy ilyen kis füzetbe a fő címszavakat. Oké, áldása mindenkinek, nyugodtan kövessetek be, lájkoljátok, osszátok tovább, küldd el valakinek, akinek segíthet, bízom benne, tudtam én nektek segíteni. Oké, mystika.hu, áldás békesség mindenkinek, ahol az álmok valóra válnak, a mindenség ősereje. Na, puszi, áldás. Sziasztok! Áldás rátok! Áldásom!